Erzsébben vagyok. Vadkár elhárításon. Ezt a napraforgót most járják a szarvasok, disznók, de disznóra vagyok kint. Megpróbálom felavatni az új bébit. A CZ600-as. Egy ilyete van nálam. Rövid a csöve. Még jó, hogy ez a lámpa felfér rá. Már felhoztam. Gyors vacsorázok egyet, aztán figyelés. Na, így néz ki. Gyors beállítom a hőkamerát, aztán remélhetőleg tudok vele felvételt csinálni. Első körben ez a két koca jött a malacokkal, meglámpáztam őket, úgyhogy vissza is mentek az erdőbe, de nem is akartam őket bántani. Hajnalban egy visszaváltó vaddisznóról lettem figyelmes. Keresztbe állt az úton, amikor oda nyomtam a lámpát, akkor hirtelen is régen szembe fordult velem a lámpának, nem ugrott el, és egy fejlövéssel sikerült az első vaddisznómat terítékre hozni az új puskával, a CZ600-asommal. Megyek oda a rálövés helyére. Tűzbe rogyott a disznó. Már következő nap reggele van. Tegnap hajnalban lőttem itt a disznót. Ma reggel itt az oldalba jött le egy szép nagy disznó, egyes disznó. Rálőttem itt egy 60 méterre, beszaladt ide az erdőbe, patakpartra, egy helyben hallottam törni, úgyhogy szerintem itt van nem messze. Várom, hogy több fény legyen, aztán megyek megkeresni. És jövök a disznó után. Van vér. Itt a patakba hallottam csobogni, ott is ott a vér. Ezt körbenézek hőkamerával.
Ott fekszik a disznó, a kamerával látom. Hú, megvan. Éves kancsi. Ja. Na, akkor kezdődhet a munka. Sziasztok, ahogy ígértem, csinálok egy kis videót a legújabb CZ600-asról. Az egyik Facebook vadászcsoportban posztoltam pár disznóelejtést, és ott utána sokan írtatok, hogy mi, milyen rajta, hogyan, hogy tetszik. Hát inkább mondom, csinálok egy videót. Hát ez hasznosabb volt, meg hát nekem is jobb így, mert nem kell mindenkinek külön válaszolgatnom. Vagy 15-en írtatok rám. Igazából ezt a puskát azért vettem meg a CZ-t, és nem is a régebbieket, mert nagyon tetszik, hogy rövid. Tehát 50,8 cm-es a csöve. Tehát ami a CZ-hez képest, azért az elég rövid. Menetes csővéggel van, úgyhogy erre már gondoltak a jövőre. A pumpát rá lehet szerelni. A zajcsökkentést. A biztosítása, ami nagyon furcsa volt számomra, itt ez a kis pöcök, lövés előtt így le kell nyomni. A visszabiztosítása pedig itt alul vissza kell tolni, és így van elzárva a puska. Először nem tűnt egy életbiztosításnak, hogy őszinte legyek, de meg lehet szokni. Tehát nagyon csendben lehet tűzkész állapotba hozni a fegyvert. Tiszta, csendes, úgyhogy úgy nincs vele probléma, csak az a mondjuk a cserkelésnél vagy utánkeresésnél nem tudom mennyire biztonságos, mert így ütögetem, igazából nem megy le, tehát elég erősen meg kell így ütni, hogy tűzkész állapotba hozzam a fegyvert. Tehát nekem biztonságosnak tűnik, tehát reméljük, hogy ez így is marad. Az áldugattyút ilyenkor nem lehet felemelni. Ugye nem úgy van, mint a CZ550-nél, hogy három fokozatban lehetett ugye állítani, ugye el volt zárva, és a középső állításban pedig föl lehetett, tehát üríteni lehetett a fegyvert, itt nem lehet, tehát itt ki kell biztosítani, és utána lehet a zárdugattyút felemelni. Itt van ez a kis pöcök rajta. Ha ezt lenyomjuk, akkor ki lehet venni a zárdugattyút belőle. Most nem fogom igazából kivenni, mert tök fölösleges. A zárdugattyút már látott mindenki. Emeltőleg látszik ott a zárfej. Zárdugattyú, hát nem mondom a leg... mit mondjak... nem a legkönnyebben csúszik, de szerintem ez be fog kopni. Be kell olajozni egy kicsit. Van neki egy ilyen kis túrlódó hangja, de aztán közben rájöttem, hogy mi az. A műanyagtár, ami benne van. Ami... itt van egy pöcök, ezt megnyomjuk, hopp, akkor hullik ki a tár. Elvileg úgy írják, hogy 5 fért bele,
Nem tudom, én általában úgy szoktam, hogy négyet belerakok, és akkor egyet sőre, és úgy van öt a puskán. Visszarakni úgy kell, hogy betesszük egyenesen, és utána az elsítőhöz közelebbi végét felnyomjuk, és utána az elejét utána, és akkor pattam be a helyére. Az elején próbáltam egyből beletolni, de úgy nem megy bele, úgyhogy először is, de a leírásában mutatja is, hogy úgy kell, először föl kell tolni a végét, és utána kell bepatintani az elejét. Hát igazából mit mondjak róla? A szerelék, az a Remington 700-asnak felel meg, tehát a lyuk elosztása. Én nekem most ez a Russon szerelék van fönn, ez a Weaver-sin. De föl lehet rakni például két rövidet is. De az a lényeg, hogy a lyuk elosztás az a Remington 700-asnak megfelelő. Én ugyanúgy fogom használni a Blazer szerelékemet, tehát most rendeltem hozzá egy Inomant Multirailt, amiben oldal bele van marva a Blazernek a szerelékének, az a négy félkör alakú mélyedés, úgyhogy én azt fogom használni, mert én ezekben a gyorsoldás szerelékekben egyébként nem bízom, tehát na mindegy, ez rám tartozik, mert én szeretem úgy hordani magammal a fegyvert, hogy a tárcsa az nincsen fenn a fegyverem, tehát úgy van benne a tokban nekem külön. Jobban is befér, meg nem feszül úgy a tok, de mindegy, ez csak az én dolgom. Hát igazából, mit mondjak még róla, a sütése. A sütése 4 fokozatban állítható, 1-től 4-ig, egy nagyon kicsi imbusz kulcssal lehet állítani, meg is van jelölve, hogy 1-től 4-ig. Mindjárt ezt a puskát lerögzítem, vagy várjátok, kiveszem inkább. És ott van az a nagyon pici imbusz kulcs, remélem lehet látni. Ott mutatja egy ilyen kis fehér csík, hogy most az egyesen van rajta. Tehát én az egyesre raktam, nekem én azt találtam a legjobbnak, de hát mindenki más, mindenki majd magának beállítja, hogy akarja. Én azt mondom, hogy egy nagyon frankó, kis rövid, kompakt puska. A gyors lőszereket azt abszolút nem szereti, ugye nekem 8x57-es a kaliberem. Előtte a Blazerből ugye a Saxot lőttem, a Saxot is, az MJG-t, a KJG-t, tehát az MJG-t igazából 100 méteren egy olyan 10 centis háromszögbe szórta. Utána beleraktam a Schaller Vélának az SPC-et, ugye az 12.7-es, a Sax az 8.2 grammos volt, egy ugye sokkal lassabb a cselőszer, ott már szépen összeszakadtak a lövések. Most kijöttem ide a lőtérre, egy doboz lőszert el fogok lőni, hogy azért bejáratodjon a cső, mert hát nem is tudom, egy 10 lövést engedtem eddig ki belőle. Tehát 2-ből 2 disznó eddig már volt. Ugye ebben a videóban az meg is van, az a két disznó. Igazából az egyiknél ugye fejlevés volt, ott mindegy lett volna, a másodiknál, ami 80... Mennyi is volt? 88 kiló volt. Annak a bal oldalát lőttem el a szívét, és a másik oldalon is régen a gyomornál jött ki a lövedék. Igazából mennyit ment el? Hát szerintem egy 30 métert. Úgyhogy ugye puskáról ennyit. Egyelőre tetszik. Remélem azért használható információt kaptatok, vagy amire kíváncsiak voltatok, arra kaptatok választ. Hát én azt mondom, hogy nem feltétlenül, akinek most van egy CZ550-je vagy 557-e, én nem feltétlenül cserélném le erre. De aki szeretne mondjuk egy rövidebb, kompaktabb puskát, az vegye meg szerintem. Rosszul nem fog járni vele. Amit én valószínűleg még le fogok cserélni rajta, az a tus. Egy tamponhúst fogok rárakatni, igazából nekem az nagyon tetszik, az nagyon hozzászoktam. Beszéltem is már egy profi tuskészítővel.
Úgyhogy igazából csak idő és pénz kérdése az egész, de azt szerintem meg fogom csináltatni, mert van egy szép török diófám otthon, és akkor erre fel is tudnám használni. És akkor most jön az a rész, hogy megköszönöm a figyelmet, köszönöm, hogyha feliratkozol, rányomsz arra a kis kerek ikonra, ami látszik most a képernyőn, és hagysz egy lájkot. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!